Szervusz, szép estét, örülök, hogy itt vagy. Ugye 7 óra van, mindenki szeretettel köszöntök. Akkor a ma esti live-ot is elkezdem. Ugye a ma esti live az igazából egy ilyen kérdez-felelek live lesz. Nagyon sok kérdés jött az interneten vagy e-mailen keresztül. Arra gondoltam, hogy jó lenne, hogyha olyan kérdésekre adnék választ, amit titeket ténylegesen foglalkoztat, és ezért a mai téma ez a kérdés-felelek, tehát igazából nem én hoztam egy konkrét témát, hanem a hozzánk beérkezett kérdésekre fogok válaszolni. Szeretettel köszöntök mindenkit, akik most kapcsolódtok be. Jó újra látni titeket, ugye most már közeledik az év vége, az energiámhoz kezd fogyni, már csak a héten fogok dolgozni, ugye ezen a héten lemennek a tanácsadások, még befejezünk egy bentlakásos programot, még azért a héten találkozom, nem ambuláns ügyfelekkel már nem, és aztán lesz egy 2 hét szünet. Ebben a 2 hétben ugye úgy lehet velünk, vagy velem felvenni a kapcsolatot, hogy a szerdai live-okat meg fogom tartani. Azt hiszem, az ráadásul szentestére se fog esni, a szilvesztert azt pontosan nem tudom. Tehát fogok jelentkezni mindenképpen, viszont személyesen kliensekkel nem fogok találkozni. És megmondom őszintén, arra szeretném majd ezt a 2 hetet tölteni, hogy minél többet lehessek a családommal, és ő kicsit feltöltődhessek. Azért elég nagy kihívás lesz számomra az, hogy visszafogjam magamat és keveset dolgozzak. A feleségem segítségét kell majd ebben kérni, hogy szóljon rám, vigyázzon rám, segítsen abban, hogy tényleg magammal is tudja foglalkozni, mert azért ez a mi hivatásunkban ugye elég fontos, hogy legyen miből adni, mert ha nincs miből adni, akkor ugye az úgy nyilván sokkal nehezebb. No, tehát én hoztam 3 kérdést, figyeljetek, nagyon sok kérdés jött, és nagyon szégyellem magam, hogy nem fogok most mindenkiére válaszolni, és közben arra gondoltam, miközben kiválasztottam 3-at, ami úgy nagyon megérintett, hogy a többi kérdést is én lehet, hogy meg fogom válaszolni, de nem live formájában, hanem leülök egyszer a gép elé, és egyszerűen felmondom. És lesz egy hosszabb anyag, amiben erre a nem tudom én 40-50 kérdésre válaszolok, hogy lehet, hogy még ez 150 kérdés is. Nagyon sokat tanultam ezekből a kérdésekből. Az egyik az volt, hogy ne legyek felszínes. Ugyanis azt látom, hogy egészen olyan részletekben menő, olyan mély kérdések merülnek fel, amire megmondom őszintén, én nem is gondoltam, hogy a függőségnek ilyen dimenziói lehetnek. Nagy szégyen ez egy addiktológiai tanácsadótól, de hogy veletek egy intenzív párbeszédet folytatok egy állandóan változó, alakuló világban, én is egészen más oldalról tekinthetek bele ebbe az egész problémakörbe is, és néha egészen zavarba ejtő dolgokkal találkozom. Tehát nagyon köszönöm ezeket a kérdéseket, és ígérem, hogy ezek alapján fogom csiszolni mindazt, amit átadok embereknek, akár egyénileg, vagy akár így a live-on keresztül. No, kezdeném is egy olyannal, ami az első kérdés volt. És egy nagyon szépen megírt, nagyon mély kérdés, és egy reményteljes kérdés. 30 éves nő vagyok, közel 1 éve abstinens alkoholbeteg. Még csak tervezzük a gyermekvállalást, de már most foglalkoztat a kérdés, hogy én hogyan készüljek fel az alkoholizmusom tekintetében. Mert most jó. Úgy gondolom, a várandóság alatt sem lesz probléma. Viszont a gyerek megérkezése új, teljesen új élethelyzet lesz. Nagyon résen kell majd lennem, hogy vissza ne térjek a régi sémák, a régi megoldások, hogy vissza ne térjenek. Szeretnék felkészülni, hogy józanul tudjam kezelni a mérhetetlen boldogságot és a mérhetetlen fáradtságot is. És a teljes szituációt mindennel együtt. Kérdésem, hogy hogyan tudok merőben új élethelyzetre felkészülni. Nagyon köszönöm. No, hát amikor ezt először elolvastam, őszinte leszek veletek, így elgondolkodtam, hogy ú, te jó ég, ezt nem egy szakember írta. Ez nem egy olyan kérdés, amely kicsit így tesztelgetni akar engem, hogy na, erre mit fogok mondani? Azért, mert nagyon mély önismeretről tesz tanúbizonyságot ez a kérdés. Nagyon jól látja a felépülés folyamatát, a függőség természetét, tehát olyan finom elemek vannak benne, ami tényleg zavarba ejtő. Egyrészt ugye gratulálok neked, hogyha ezt hallgatod, ugye, hogy 1 éve abstinens vagy. Gratulálok ahhoz, hogy ilyen mértékű önismeretet tettél szert, ami ebben a kérdésben elhangzik. Feltételezem, bár ez nem derül ki az e-mailből, hogy aki ezt írta, az valószínűleg járt vagy önismereti csoportba, pszichológushoz, pszichoterapeutához, mert pontosan tisztában van azzal, hogy a különböző életszakaszok, a különböző jelentős életesemények, a különböző változási pontok az életünkben, azok bizony nagyon kritikusak lehetnek a megcsúszás, a visszaesés szempontjából. Tehát, hogy ez is nagyon benne van. Pontosan megfogalmazódik benne, hogy milyen kihívások lehetnek egy gyermekvállalás kapcsán. Szóval azért ugye itt a mérhetetlen öröm, a mérhetetlen fáradtság, azt hiszem ugye, igen, azt hiszem, így a mérhetetlen boldogság és a mérhetetlen fáradtság, ugye a gyermek születésének ez a kettőssége nagyon szépen itt megfogalmazódik, és hogy ez a nagyon fontos kérdés, hogyan tudok felkészülni. Azért is örültem ennek a kérdésnek, mert hogyha én a józanságot definiálnom kellene nagyon röviden, hogy mi, már sokféleképpen definiáltam, de az egyik új definícióm változásmenedzsment. Vagyis pontosan az ilyen típusú életesemények kapcsán bekövetkező változások tudatos kezelése. Mert hogy alapvetően a józanság az azt jelenti, hogy megfelelően tudok alkalmazkodni, a helyzetekben, amikben alkalmazkodnom kell, felismerem a gyengeségeimet, felismerem azokat, hogy mik az erősségeim, és ennek megfelelően tudom mobilizálni az eszköztáramat, be tudom vonni a szeretteimet ebbe a folyamatba. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy a visszaesés, a megcsúszás az általában egy változással kezdődik. A változásból azt követően jön a stressz, ugye nyilván, ami egyfajta üzenet is egyben, amikor csak először a stresszt tapasztaljuk meg, hogy valami változás történt, a szervezet jelez, figyelj oda, itt valamit kezelned, valamit menedzselned kell, mi az. És ezt azért hangsúlyozom ki, mert nagyon sokan nem ismerik föl a változásokat. A kérdés írója azért is nagyon mélyen ismeretről tesz tanúbizonyságot, mert felismerte, hogy bizony a gyermek áldás, a gyermek születése az egy jelentős életesemény változás lesz. És higgyétek el, sokan ezt nem tudják, sokan azt gondolják, hogy ó, hát ez egy természetes dolog, jön a gyermek, nem kell ezzel túl sokat foglalkozni. Nem kell ezért pszichológushoz menni, nem kell ezért erről szakirodalmat olvasni, hát mennyi ember születik a világon, mit kell ezzel foglalkozni. De ugyanígy nem gondolkodnak el azon, hogy milyen az, amikor mondjuk munkahelyen előléptetnek valakit. Vagy milyen az, amikor egy szeretett személyt elveszítünk. Milyen az, amikor egy családtagunk mondjuk külföldre utazik, hosszú időre. Számtalan életesemény van, pozitív, negatív, ami kibillent minket és arra provokál, hogy változtassunk. És hogyha felépülőben lévők vagyunk, akkor nyilvánvalóan nekünk ez különösen fontos. És ugye hogyan tudok felkészülni az új helyzetre, ez itt a kérdés. Én azt gondolom, hogy a kérdező gyakorlatilag tudja a választ így, ezzel a fajta tudatossággal. És ez elég. Ha most ezt hallgatod, vagy majd elküldöm e-mailben annak, aki ezt a kérdést feltette, bár az e-mail címét nem kaptam meg, de azt nem tudom, hogy kell ezt majd megoldani, akkor te gyakorlatilag ezt így kell csinálni, ezt nagyon jól teszed. Tehát van egy tudatosság, felismerem, hogy jön a változás, számba veszem, hogy annak milyen előnyei, milyen hátrányai vannak. Amit még pluszban itt lehet csinálni, hogy közösen készülsz fel a pároddal erre a változásra. És itt azért a pasikon nagy felelősség van. Nem akarok elfogult lenni, a boldog kiegyensúlyozott házasság a szakirodalom szerint 50-50. Én azért, bár próbálok nem himsoviniszta lenni, azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a pasikon. Szerintem nagyon sokszor a pasik szúrják el ezt a történetet, mert hogy jön a gyermek, megváltozik a kedvese, már nem is lesz annyira kedves, mert neki már a gyermek a kedves, ugye, megváltozik a hölgynek a testéhez való viszonya, a bioritmusa, ne adj Isten, az a gyerek egész este sír, óriási kihívás, amiben az anyák ösztönösen nagyon jól tudnak jelen lenni, nagyon jól tudnak működni, és akkor ott van egy setes utaférj, aki néz ki a fejéből sértődötten, hogy na most akkor mi van velem, mi van az én igényeimmel, és ez bizony sok konfliktus forrása. Nem ismerem a párodat, nem tudom, hogy ő milyen, de azt gondolom, hogy az egyik fontos dolog ezentúl a tudatosságon túl az lenne, hogy vele erről beszélni, és őt fölkészíteni arra, hogy számodra mit jelent az anyaság, te hogyan változhatsz meg. Beszélgessetek arról, hogy a te életedben, a te családodban, a felmenőid között milyen az anyaszerep, milyen történeteket mesélnek erről, milyenek az elvárások, mik a te elképzeléseid, hogy a párod értse, hogy te hogyan fogsz változni. Mert ha ő veled együtt tud változni egy ritmusban, akkor ez nem fog olyan stresszforrást okozni, ami miatt visszaesel. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a felkészülés egy közös dolog legyen, és ne legyen tabu téma erről beszélni. Ugye a pároddal is ezt oszd meg, nagyon fontos. No, hát ugye az idő az azért szalad itt közben, és még van két kérdés. A másik kérdés, amit választottam, az egy kicsit ilyen testi vonatkozású dolog, majd a függőségnek sajnos van egy könyörtelen biológiája. Itt lelkizünk, pszichózunk, kérdőjel, szép gondolatok, és közben ez a gyilkos kor pusztítja az idegrendszer, pusztítja a májat. Ugye szoktuk azt mondani mi, hogy a függőség az egy ilyen biopszichoszociális betegség, tehát hogy vannak ennek biológiai, pszichológiai és szociális aspektusai is. De én egy az eddigi tanulmányaim, ismereteim alapján, ha mégis azt meg kéne határozni, hogy a három közül melyik az, ami egy kicsit arányaiban több, akkor én azt mondanám, hogy ez egy nagyon súlyos biológiai betegség, az agynak a betegsége, de legalább ugyanolyan fontos a környezet és a pszichológiai dolgok. Nagyon népszerű mostanában, ugyanis, és ezt ezért akartam kihangsúlyozni, kiemelni bizonyos elemeit ennek, és láthatunk, terjeng egy YouTube videó neten, ami nagyon támadja a függőség biológiai modelljét, és azt mondja, hogy sokkal inkább a környezet, a szeretet, a kapcsolata meghatározó. Ez mind igaz, de hogy ugyanúgy ott van a biológia és a környezet is, tehát ez fontos, de a psziché, a kapcsolódás képessége másokhoz, tehát hogy mondjuk tudjak szeretetet fogadni, tudjak szeretetet adni, tehát szociális lényként jól működjek, ahhoz mi kell? Egy agy, szürke állomány, egy jól működő idegrendszer. Tehát mondhatjuk azt, hogy ha valaki szeretett közegben él, és minden támogatást megkap, akkor jól tud lenni. De hogyha van egy sérült idegrendszere, vagy egy folyamatosan romló egészségi állapota, akkor a biológia az piszok nagy úr, és mindent elmos, elken, a szenvedő ember nehezen kapcsolódik. Tehát ezért hoztam ezt a második dolgot, hogy ezért erre figyeljünk oda, mert ez fontos. A kérdés így hangzik: milyen koros tüneteket okoz az alkohol hirtelen elhagyása, meddig nem késő? Cirózis esetén is van értelme abba hagyni? Igen, akkor kell leginkább abba hagyni, amikor már a máj cirotikus, amikor már nagy a baj, persze, az utolsókig küzdünk. Nagyon sok olyan páciens gyógyul meg kórházakban, addiktológiai osztályokon, akik már azért nagyon közel vannak ahhoz, hogy belehalnak a függőségükbe, soha nem szabad feladni a reményt, menni kell addig, amíg lehetséges. Nyilván ebben az esetben csak kórházi, addiktológiai, orvosi, speciális ellátás mellett szabad az elvonulást megkezdeni és kontrollálni, mert összeomlik olyan mértékben a szervezet, hogy belehalhat az egyén. Tehát én azt gondolom, hogy soha nem késő. Mi szakemberek is sokszor elkeseredünk és feladjuk. Szóval azért a mi munkánkban rengeteg a kihívás és a reményvesztett pillanat, amikor úgy tűnik, hogy az az ember már menthetetlen. Van rajta mondjuk 30 liter víz, be van szűkülve a tudata, nincs betegségbelátása, mondjunk le róla, ne. Több ilyen embernek tudtunk segíteni, akiket megmentettünk. Vannak, akik belehalnak, de egyik mesterem, a dr. Kadosa Ildikó, a Balassa-gyarmati addiktológiai osztályvezető főorvosa is, tőle kérdeztem, hogy főorvos asszony, van olyan, hogy ön lemond valakiről? Ő több évtizede praktizál, és ő mondta, hogy Dénes, Nem, mert vannak csodák, soha nem tudhatjuk, hogy kinél mi az, ami átfordul. De hogy ne legyünk ennyire gicsesek, romantikusak, meg ilyen túlreményteljesek, mert tudom, hogy sok a fájdalom és a csalódottság is, és lehet, hogy nem hiszed el, amit mondok. A másik oldalon ugyanakkor azt is elmondta, hogy az alkoholfüggőség kapcsán mindenre fel kell készülnünk. Bármi bekövetkezhet. A látszólag nem annyira súlyos alkoholfüggőnél is olyan testi szövődmények állhatnak, léphetnek fel, vagy lehetnek, amik aztán egy nagyon komoly végkimenetelű állapothoz vezethetnek. Tehát, hogy nagyon kell figyelnünk, reménykednünk, és tényleg mindig a legmegfelelőbb megoldást választani. Tehát én az illetőnek azt javaslom, hogy azonnal kórház, azonnal detoxifikálás, szakorvosi kezelés, és azon dolgozni, hogy az illető menjen. Nem kell sokat kérdezni, vinni kell. Jó, harmadik kérdés, és egyben az utolsó kérdés. Miért neheztel, hogy hozzátartozói programra szeretnék járni? Miért veszi fenyegetésnek? Rövid a kérdés, szerintem egyértelmű, bár segítek értelmezni. Miért neheztel, hogy hozzátartozói programra szeretnék járni? Én ebből arra következtetek, hogy az illetőnek van egy szerhasználó szerette, ő segíteni szeretné és szeretne elmenni szakemberhez, hogy ő hogyan tud jobban segíteni, és maga a függő ezt nem érti. Miért veszi ezt fenyegetésnek? Hát ez nagyon sokféle oldalról meg lehet közelíteni. Bár lehet, hogy ő azt mondja, hogy fenyegetésnek veszi, szerintem a lelke mélyén örül annak, hogy te hozzátartozói programra akarsz menni. Ott nagyon mélyen. Érzi azt, hogy te is felelősséget, részleges felelősséget válasz. Érzi azt, hogy fontos ő, fontos, hogy mi van vele. Érzi azt, hogy te energiát, időt akarsz szánni arra, hogy neki segíts. Ugyanakkor valószínűleg azért érzi fenyegetettségnek, vagy azért mondja azt, hogy na, azért ez így nem egészen korrekt, mert attól tart, hogy egy oldalúan fogod a helyzeteteket bemutatni annak a szakembernek, hogy ő nem lehet ott, ő nem mondhatja el a saját álláspontját. Hogy ez már milyen, hogy na, persze, egyébként te pont ugyanolyan sáros vagy, gondolhatja ő. De neked, igenis, neked is megvannak a nyavajáid, megvannak a hülyeségeid, nehogy már csak én legyek a problémás, és akkor most elmész egy hülye szakemberhez, aki meg fog erősíteni abból, hogy én vagyok a rohadt alkoholista vagy drogos, te minden jót csinálsz, hogy azért ez unfair, ezt azért ne így csináljuk már. Tehát valószínűleg ebben ez van, hogy ő úgy érzi, hogy ő nem teheti oda saját magát, de ezt használt fel egy erőként, egy erőforrásként. Ez egy óriási lehetőség, hogyha egy sóvárgást generálsz benne. Minden heves érzelmi reakció a függő részéről, vagy egyébként szerintem az egészséges emberek részéről is egy jel arra, hogy őt be lehet avatkozni. Gondolj bele, nem semleges, nem közömbös. Hát az lenne a baj, hogyha ő közömbös lenne. Ő benne egy heves érzelmi reakció, és sértettség jön elő. Menjél bele abba, hogy mi van az ő sértettsége mögött. Mi az, ami, ahogy őt megismerted, nem a függőségében, egyébként. Ő hogyan viszonyul ahhoz, hogy hogyan áll ki önmagáért, hogyan szereti a saját álláspontját hangoztatni. Engedj ennek teret. Ja, és egy nagyon fontos hírt kell bejelentenem, és ez ide kapcsolódik. Ma is sikerre zárult egy intervenció. Ma találkoztam egy olyan emberrel, aki a hozzátartozói hatására jött el hozzám. Ezt ígértem, hogy be fogom nektek jelenteni, amikor intervencionistaként ismét sikert tudtunk elérni. Következő történt, egy olyan családról van szó, akinek a tagjai külföldön élnek, van, aki Magyarországon, van, aki külföldön, és aggódnak a gyermekük miatt. És felvették velem a kapcsolatot, és elindult egy kapcsolat. Skype-on beszéltünk 3-szor, e-mailt váltottunk, személyesen találkoztam egy-két hozzátartozóval, és a mai napon megjelent itt a srác. Eljött, és járni fog ambuláns programra. Nem kellett megvárnunk, míg padlót fog, nem kellett várnunk, míg eljutott a mélypontra. És miért jött el? Mert tudta, mert így segítettem a családnak, hogy a család ügyködik, a család megy, a a család szervezkedik, a család beszél. Mindenki elmondhatja, hogy mit gondol. Akkor most már én is szeretném elmondani, jelentkeznék, jó, most én jövök. Most én vagyok az, aki el akarok menni a szakemberhez, mert én is el akarom mondani az én igazamat. Az emberek el akarják mondani azt, amit bennük van. A függő, aki látszólag nem akarja bevállalni a problémáit, a lelke mélyén ott van benne a feszültség és beszélni akar. A legtöbb hülye példa, extrém példa, nagyon sok bűnöző, aki egyébként súlyos bűncselekményeket követel, szintén ki akarja mondani, szintén ki akarja tenni, és megkeresi a módját annak, hogy hogyan tudja a kis titkát úgy elmondani morzsaként, hogy azért az ne derüljön ki. Nagyon nehéz az embernek magában tartani dolgokat. És ez a sértődöttség talán ebből fakad. De mondom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt használd fel. Ő nem azzal foglalkozz, hogy ő megsértődik, hanem te mesélj neki örömmel arról, hogy téged milyen élmények értek a hozzátartozói tanácsadás kapcsán, azzal, hogy elmentél egy Alanon csoportba, vagy akár egy egyéni tanácsadással, legyen az bármilyen fajta tanácsadás. Oszd meg vele a gondolataidat, őszintén beszélj vele erről. És akkor előbb-utóbb őt is elkezdi ez izgatni. De nagyon fontos, hogy hagyd, hogy ő nyisson. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes tánc, úgy bevonjuk, tudod, na, nézd, mutatok valamit, ja, hopp, na, mi volt az? Tudom, hogy ez ilyen könnyednek és kicsit olyan, hogy mondjam, olyan gagyinak tűnik, ahogy ezt így előadom, mert akkor az ember verekszik otthon, veszekszik, üvöltözés van, csapkodás van, akkor ez ennél sokkal bonyolultabbnak tűnik, de így tudjuk ezt felépíteni. Nagy drámák voltak ennél a családnál is, nem mondhatom el. Kaptam kétségbeesett e-mailt, miközben a családdal dolgoztam. Kaptam olyan e-mailt, hogy Dénes, nagyon nagy a baj, azonnal beszélnünk kell. Tudom, hogy nagyon nagy drámák vannak, nagyon nagy fájdalmak, de ma itt volt a srác. Ebben az évben ez többedik alkalom, hogy a kezelés gondolatát elutasító szenvedélybeteg a családtudatos támogatása révén eljutott hozzánk. Ezt mindenképpen így évvégén meg akartam veletek osztani. No, hát ezt a három kérdést hoztam mára. Az időnk is, ahogy elnézem, elszaladt. Megvan a közel fél óránk. Ahogy ígértem, nagy feladat lesz, de leülök a kamera elé, és a többi kérdést is megválaszolom. Tömény lesz, hosszasan fogok így beszélni. Szeretem, amikor így kicsit így kötetlenül, lazán, improvizálva tudok ezekre a kérdésekre válaszolni, és nem kell nagyon felkészülnöm, engem az görcsössé tesz. Tehát majd elnézéseteket kérem, hogyha ez egy hosszú anyagra sikeredik, akkor lehet, hogy ezt majd érdemes több részletben megemészteni, mert valószínűleg elég tömény lesz. Várok a további kérdéseket is, egyébként e-mailben küldtem ki. Ja igen, tudom, mit kell mondanom, most jön a reklám helye. Megígértem magamnak, vagy megbeszéltem magamnak, hogy semmit nem fogok itt reklámozni, meg nem akarok semmilyen fizetős terméket itt propagálni. Propagálni egy valamit fogok azonban, de ez nem egy fizetős dolog. Sokatok lehet, hogy már fel van iratkozva a mi önsegítő online programunkra, de biztos vannak olyanok köztetek, akik nincsenek. Van egy 21 lépésből álló önsegítő programunk szenvedélybetegeknek. Ez egy 21 e-mailből álló sorozat, amiben a felépülés útján végigvezetünk. Ez egy pszichoedukációs anyag, írott formában, gyakorlatok is vannak benne, nagyon sok hasonló gondolat van benne, ami itt is elhangzik, de rendszerezett. Ha valaki erre feliratkozik, teljesen ingyenes, bármikor le lehet erről iratkozni, és van benne egy archívum, vissza lehet nézni a korábbi anyagokat. Nagyon sikeres, és szerintem ez egy hatékony program. Nem ígérem és hangsúlyozom, hogy le lehet szokni egy ilyen online önsegítő program segítségével, de hozzáteszem, a visszajelzések alapján sokaknak ez sikerült. Valószínűleg, ugye csak e-mailek jönnek, azért nem egy személyes kontaktus, nem olyanok szoktak le ennek a segítségével, akik a legsúlyosabb függőségben szenvednek. Valamikor ez már kevés, de az, akinek ilyen középsúlyos függősége van, vagy már mászik ki a függőségéből, baromi hasznos anyag szerintem, tehát szívből tudom ajánlani. A súlyosabb függőség esetében pedig egy kis plusz adalék, egy plusz szikra, egy plusz támogatás lehet. Hogy hol lehet ezt megtalálni, ezt a programot? Fölírom a legegyszerűbb verziót ide, a weboldalunk címét, ami nem más, mint a józanság ez a józanság.hu, 3W-vel nyilván, és a weboldalnak az oldalsó sávjába találjátok meg ezt a 21 napos programot, és ott fel lehet rá iratkozni, adatvédelmi nyilatkozatot el kell fogadni. Azért akartam most ezt behozni nektek, hogy az ünnepek alatt, a karácsony alatt, itt a hosszú kis szünetben, ami következik, vagy bocsánat, másképp mondom, ebben a nagy változásban, ami következik valószínűleg a te életedben is. Ugye az első kérdés, a változással mit kezdjek majd. Ez az ünnepek arról szól, hogy most egy kicsit a ritmusunkban változás lesz. És ezért is akartam ezt az önsegítő programot javasolni, hogy ebben az időszakban ez egy nagyon jó dolog. Ha ma feliratkozol rá, minden nap kapsz egy e-mailt, és utána jön a következő is. Lesz mindig egy 20 perc, amiben tudsz kapaszkodni, vagy ami alapján tudsz esetleg a szerettednek segíteni. Józanság.hu, illetve itt a videó alatt meg fogok osztani egy másik linket, ami direktbe átlök erre, csak annak annyira bonyolult a domén neve, hogy én azt nem akartam ide kiírni, megfogjátok, tehát a józanság.hu-n is megtaláljátok, illetve adok egy domén nevet. No, de addig is, ahogy mindig is szoktam kérni, osszátok meg ezt a kis videót, minél több emberhez jusson el. Ma is itt voltunk 50-en, ennek nagyon örülök, nagyon köszönöm. Lájkoljátok, thumbs up-ok, szívecskék, tök jó nézni, amikor jön. Egyébként baromi inspiráló és érdekes látni, hogy mikor jönnek a szívek, meg a thumbs up-ok, bár fáziskésésben, mert akkor az úgy megerősít abban, hogy az, ami ott elhangzott, az fontos, és nekem is segít abban, hogy mi az, ami megmozgatja a ti gondolkodásokat. Szóval nagyon szépen köszönöm nektek a mai napot is, jövő héten szerdán ugyanígy hétkor jelentkezem, addig is minden jót nektek, sziasztok, szép estét!